A Bonyhádi Naplót látják, köszöntöm Önöket! 90. születésnapja alkalmából köszöntötték fel Bajor Lászlót. A Bonyhádi Vörös Marti Mihály Általános Iskola egykori tanárát Filóné Ferenc Ibolya és Potápi Árpád János lepte meg egy ajándékcsomaggal. A szépkorú Bajor László stábunknak mesélt életéről, és azt is elárulta, szerinte mi a hosszú élettitka. Emléknap Bajor László részére 90. születésnapja alkalmából. Ez az emléklap hivatott kifejezni szépkorú polgáraink iránti tiszteletünket és hálánkat. Ebből az ünnepi alkalomból kívánok Önnek jó egészséget és további boldog éveket, tisztelettel Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke. Ezt szeretném egyszer átadni, sok szeretettel. És akkor a város ajándéka egy apró ajándékcsomag, de kérlek annál sokkal nagyobb szeretettel fogad tőlem mindenki nevébe. Így köszöntette fel Bonyhád polgármestere Bajor Lászlót. A 90 éves férfit Potápi Árpád János államtitkár is meglepte egy palack felvidéki borral. Laci bácsi úgy fogalmazott, öröm és megtiszteltetés számomra, hogy mint Ferenc Ibolya és Potápi Árpi két régi tanítvány jött el hozzám, akikre a mai napig kedves szívvel emlékszem, és büszke vagyok rájuk. A Vörös Marti Mihály Általános Iskola egykori igazgatója stábunknak elmesélte élettörténetét, néhány kedves emléket. Édesapám tanító volt. Itt Bonyhádon igazgató tanító, és ő irányította a soproni tanítóképzőbe. Eredetileg nem annak akartam menni, nem tanítónak, hanem gazdálkodni akartam, illetve mezőgazdasági területen akartam elhelyezkedni. De hát végül is 48-ba tanítói végzettséget szereztem, bekerültem Bonyhádra, a akkori állami általános iskolába. Másfél évi tanítás után bevonultam katonának, és 3 évig voltam katona. A katonaság után a általános iskolába kerültem vissza, és testnevelést tanítottam. Elvégeztem az EGRI tanárképző főiskolát, és mint testnevelő tanítottam egészen 59-ig. 59-be kerültem át a járási tanácshoz művelődési osztályvezetőnek, majd 71-be jöttem vissza az iskolába. Minden vágyom az volt, hogy vissza az iskolába a gyerekekhez. És itt egy nagyon kiváló és nagyon jó tantestületet találtam, és dolgoztam együtt velük nagyon sokáig, 19 éven keresztül. Ha azt mondom, hogy a sikereinknek az volt a titka, hogy a gyermekközpontú szemlélet alakult ki a testületbe, és minden időt szívesen használtak föl arra, hogy a gyerekekkel foglalkoznak, hogy a gyerekeknek a szabad idejüket megszervezzék. Mivel az osztályvezetői időszakom alatt sikerült a balatoni nyaralót, illetve üdülőt felépíteni, így minden esztendőben sikerült a Vörös Marti iskolából is a gyerekeket eljuttatni a Balatonra, hogy a nyári pihenésüket ott folytassák. Én úgy érzem, hogy nagyon-nagyon sokat adott nekem az az iskola, a tantestület és a gyerekek. Én olyan örömmel és szívesen gondolok vissza az elmúlt 40 esztendőmre, hogy én csak azt mondhatom, hogy boldog ember lettem azáltal, hogy a családom és az iskola volt az életem legfőbb célja és a legfőbb eredménye is, hisz az iskolából négy generáción keresztül tanítottam tulajdonképpen, 4 generációt tanítottunk, vagy tanítottam, vagy igazgattam, nem tudom, hogy melyik a legjobb, és egy nagyon szép felépített családom van, akiktől most nagyon-nagyon sok szeretetet és nagyon sok örömet kapok. 6 unoka, 5 lány és 1 fiú,
és 7 dédunoka, ebből 6 fiú és 1 lány. Úgyhogy cseréltünk. Meg vagyok elégedve az életemmel. Én boldog embernek érzem magamat. Érdemes volt élni ezért a családért, a munkakörért. Nagyon jó volt a kapcsolatom. Ma is nagyon jó a kapcsolatom, és a baráti körünk is, a rokoni kör is nagyon jó kapcsolatot tart fel velünk. És ez egy éltető eleme az embernek. Van reménye, van célja a következő esztendőkre, már annál is inkább feladata is van, mert a 19 évre vállaltam most kezességet a kisunokámnál, úgyhogy nem lehet meg nem tenni azt, hogy elvégezze, illetve hogy segítse az őket. A párommal 63 éve vagyunk együtt, jóba, rosszba, kitartunk még egymás mellett, remélem addig, ameddig csak lehet. Szépen élünk. Szépen élünk. Örömmel. Ha az ember visszanéz a 90 évre, az úgy tűnik, mintha egyik pillanatról a másik pillanatra zajlott volna le. De hogyha részleteiben nézi az ember, akkor órákon keresztül morfondírozik, gondolkodik, emlékképeket idéz elő, hogy a gazdag életét végigmondja. És azt kívánom, hogy nagyon-nagyon sok ember érezze meg ezeket a kellemes és szép érzéseket, és az meghatározza a következő éveit is az embernek. Laci bácsi azt is elárulta nekünk, hogy szerinte mi a hosszú élet titka. A hosszú élet titka az, hogy egyszer, hogy szeresse az ember azt, amit csinál, szeresse azokat az embereket, akikért dolgozik, és akikkel dolgozik, és nem szabad túl feszesnek, túl aprólékos embernek lenni. Nagyon sok olyan dolog van az ember életében, amin pillanatok alatt kell döntenie, de ha döntött, akkor érezze úgy, hogy ez helyes volt, jó volt, és ne filózzon rajta sokáig, hogy jó volt, nem volt jó. Én úgy érzem, hogy a szeretet, a kapcsolat, a tisztelet, a megértés. Ha megérti az ember a másikat, hogyha kellő empátiával rendelkezik, akkor ő saját maga is boldog ember lesz. A 90 éves férfi még hozzátette, a hosszú élet titka mindezek mellett a felesége, hiszen minden erős férfi mellett ott áll egy erős asszony is. Bonyhádon is bemutatta Udo Pörske a közelmúltban megjelent Eltitkolt sorok a hadifogságból Nagyapa nyomában című könyvét, mely nem mindennapi körülmények között született meg. A német író a kiadványhoz rengeteg helyszínt járt be, az útra egy filmes barátja is elkísérte, aki mindent dokumentált. Így készült el végül 2015-ben egy dokumentumfilm, melyet több mozi és televíziós adó is műsorra tűzött. 29. april. Früh wurden wir ins erste Gefecht geführt. Gegen Mittag trafen uns wieder 8 Mann von den 80. Im Gefangenenlager beginnen für Martin Wels die wohl schlimmsten Jahre seines Lebens. Später, das weiß der Enkel, wird er nie ein Wort darüber verlieren. Nicht über die Haft, auch nicht über die Zwangsarbeit in den polnischen Kohlegruben. Martin Wels közel 40 éves volt, amikor 1942-ben besorozták. A háború után évekre eltűnt. A családja időközben elhagyni kényszerült a szülőföldjét, és Bajorországban lelt új otthonra.
A halála után unokája Udo Pörske egy véletlen folytán megtalálta az 1945-49 között íródott naplóját. Ekkor vette fejébe, hogy megírja az eltitkolt sorok a hadifogságból Nagyapa nyomában című könyvet. Nagyon személyes dolognak indult az egész. Először megtaláltam nagyapám feljegyzéseit a háborús hadifogságról. Akkor még nem gondoltam, hogy ekkora siker lesz belőle. Később azonban kiderült, hogy a sors, amit bemutattam, feleleveníthetik több millió hadifogoly sorsát is. Valószínűleg az a különleges az egészben, hogy én, mint unoka, írom le a saját szavaimmal és szemszögemből, nem pedig egy olyan ember szavaival, aki átélte. Azok, akik olvasták a könyvemet, azt mondják, hogy olyan olvasmányos, mint egy krimi. A könyv Németországban hatalmas sikert ért el. Az írót több televíziós műsorba is meghívták azóta. Azt nem lehet eltagadni, hogy elsősorban az idősebb generáció olvassa ezt a könyvet, de szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalok is megismerjék a múltat és a tényeket, hogy tanuljanak belőle, ugyanis a történelem már sokszor bizonyította, hogy az újabb generációk is újra és újra elkövetik őseik hibáit. A könyvemmel azt szeretném elérni, hogy ez többet ne forduljon elő. A könyvet azért mutatom be Bonyhádon is, mivel itt éltem az utóbbi 6 évben a feleségemmel, aki a Vörösmarty iskolában volt vendégtanár, illetve azért is, mivel itt nagyszámú német ajkú közösség él. Jelenleg Németországban lakom, ahol a könyvem terjesztésében segítkezek a kiadónak. Udo Pörske 1968-ban született Bambergben. Az egyetemi tanulmányok után tanárként dolgozott Frankföldön, Mexikóban és Magyarországon. A rövid történetei és elbeszélései különböző kiadók gondozásában több országban jelentek már meg. A PTL Tuba Quartet adott koncertet keddeste a Bonyhádi Vörösmarty Mihály Művelődési Központban. A Zeneművészeti Intézet regionális kamarakoncert sorozatának célja, hogy megismertesse az érdeklődőket a tuba művészetével. A kvartettet Bazsinka József, Liszt díjas tuba művész és hallgatói alkotják. Pécsi Tudományegyetem Zeneművészeti Intézet regionális kamarakoncert sorozatának keretein belül látogatott el Bonyhádra a PTE Tuba Quartet keddeste. A Vörösmarty Mihály Művelődési Központ a sorozat második állomásaként adott helyet a koncertnek, ahol Bazsinka József, Liszt díjas tuba művész és hallgatói vezették be a közönséget a tuba művészetébe. A Pécsi Tudományegyetem művészeti karának vagyunk a tuba tanszaka, és célkitűzéseink közé tartozik, hogy regionális koncerteket adjunk itt a régióban. Ez a Tuba Quartet 8 ilyen koncertet fog adni a közeljövőben itt Baranya és Dolna megye kisvárosaiban, vagy nagyvárosaiban, akár Szekszárd, akár Kozár-Mislány, de akár itt Bonyhádon is. A Tuba Quartetről nem csak az kell, hogy 4 tubás játszik benne, hanem mindnyájan a Pécsi Tudományegyetem, vagy hát én a tanára, és illetve a növendékeimmel közösen adjuk ezt a műsort. A koncerten először külön-külön hallhatták megszólalni a hangszereket a nézők. A műsor első darabja Johann Sebastian Bach Ámol fuvola partitája volt Pikler Soma előadásában. Igyekeztünk olyan műveket összeválogatni, amely közel áll a közönségünkhöz és a mi szívünkhöz is. Tehát a tuba egy olyan fiatal hangszer, amelynek nagyon kevés az eredeti műve, ezért főleg átiratokat játszunk. A műsorunkon szerepel Johann Sebastian Bach Démo 2-s versenyének első tétele, többek között, ami természetesen hegedűre íródott annak idején, de szerepel olyan mű, ami kizárólagosan tubára, Elizabeth Raum tollából született szvitből egy tételt fogunk hallani, valamint egy fuvola partitából, Bach tollából szintén egy tételt, és akkor jönnek a kvartettek, amelyben Henry Mancini, mint egyik kedvenc zeneszerzőnk, filmzenéből játszunk,
két csodálatos részletet, valamint olyan tubás zeneszerzők, mint John Stevens, vagy Thomas Stevens, akik méltán írnak tuba együttesek, illetve szóló hangszerre is tuba műveket, az ő eredeti műveiket is játsszuk. Beregi Andris tuba művész és tanára közösen adták elő Bach D-moll hegedű kettős versenyét. Dénes Dominik elmondta, társaival nagyon örülnek a koncertsorozat adta lehetőségnek, hogy a régió zenebarátait megismertessék a tuba szépségeivel és az általa kínált rendkívüli produkciókkal. Most már hetek óta készülünk erre a koncertsorozatra. A tanár úr, amikor itt van velünk, akkor folyamatosan próbáltuk a darabokat, illetve szólóban is fogunk játszani a koncert során, azzal pedig minden nap foglalkozunk, hogy jól sikerüljön. Kamara koncert sorozat 2017 tavaszán indult útnak, és a tervek szerint 4 megye összesen 15 városába fog eljutni az idei tanévben. Most jelenleg emiatt a sorozat miatt álltunk össze, de természetesen, mint főtártanárok, tuba főtártanár és kamaratanár is, tubakvártetteket is tanítunk az egyéni órákon kívül. Tehát ez a kvártett létezik, és dolgozunk, és egy-egy növendék vagy hallgatói hangversenyen együtt muzsikálunk, de ezek a különleges koncertek adták azt, hogy most egy kemény, egy órás műsorral lépjünk a közönség elé. A másodéves Dénes Dominik és az első éves hallgató Pikler Soma előadásában volt hallható Elizabeth Raum Elfújt tangó című száma. A zenészek motivációja sokféle volt. Abban hasonlítanak, hogy már kisiskolás korukban elköteleződtek a hangszer mellett. Szuzafont, ha ismerik, illetve ismeritek, az egy nagy részes hangszer, katonazenekaroknál láthatjuk, amiben bele kell bújni, és fölöttünk van a tölcsére, és kiskoromban már azon szerettem volna játszani, és akkor mondták, hogy az először ezen a hangszeren kell megtanuljak. A koncert vége felé felcsendült pár mindenfül számára ismerős dallam is. Elsőként John Stevens A kis elefánt sétája című darabot hallhatták a jelenlévők. Bazsinka József elmondta, a tuba a legfiatalabb részfúvós hangszer, alig 200 éves, ezért a szóló repertoárja is csupán a 20. századra tehető. Mi mindnyájan, akik a főiskolákra bekerülünk, ezek számunkra egy olyan lehetőségek, hogy szólózhassunk, hogy a hangszerünk ne csak a zenekari létét mutassuk meg, hiszen 99%-ban csak zenekarban használják a hangszerünket, hanem azt, hogy akár Bachot, mint ahogy a műsorban is hallják, akár Bachot, ha ismerte volna Bach a tubát, lehet, hogy tubára írja a most legcsodálatosabb cselló szvittjeit vagy partitáit. Tehát, mint szóló hangszer, valóban fiatalnak számít, eredeti művek ritkán születtek rá, de a zeneszerzőknek pont amiatt, hogy ez egy ilyen későn született hangszer, olyan kihívást jelentett, hogy rengeteg új szóló tuba mű születik a hangszerünkre.
A műsor részeként a Rózsaszín Pár Luc közismert zenéjével is megörvendeztette a nézőket a Tuba Kvártett. A Tuba Kvártett legközelebb márciusban lesz hallható Szekszárdon. Frissbonyhádi hírekkel legközelebb egy hét múlva várom önöket. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!